Makó város önkormányzata az Embererőforrások Minisztériumával együttműködve ebben az évben is kiírta a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatot, melynek célja a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatása. A tavaly évben 186 nyertes volt, ebben az esztendőben pedig már 160-an jelentkeztek. Pályázni a következőképpen lehet. Az első és legfontosabb lépés, hogy a pályázónak regisztrálnia kell az EPER Bursa rendszerbe. Ez egy internetes online felület, itt ki kell tölteni az adatlapot a saját adataival, majd azt kinyomtatva kell behozni az önkormányzathoz. Fontos, hogy minden melléklet csatolva legyen hozzá. A legfontosabb dolog az iskola látogatási, illetve a jövedelemigazolás, illetve Makóváros önkormányzatánál beszerezhető szociális adatlap. Ezeket összetűzve kell beadni a földszint 32-es irodába. Nagyon fontos dolog, hogy a beadási határidő az idén kibővítve lett meghatározva, tehát november 13, kedd 16 óra beadás határideje. A szociális űrlap a www.makó.hu weboldalon is elérhető. Ezen kívül nyomtatott példányban a polgármesteri hivatal szociális osztályán is beszerezhető. Mint minden évben most is A és B típusú pályázatokat hirdettek meg. Ezt a támogatást azok a diákok igényelhetik, akik jelenleg nappali tagozatos, teljes idejű jogviszonnyal rendelkeznek, vagy a következő tanévben kezdik meg a tanulmányaikat akár főiskolán, egyetemen vagy felsőoktatásban. Szakképzésben. Az Embererőforrások Minisztériuma 5000 forintos alapösszeggel járul hozzá a nyertes pályázatokhoz. Emellé Makóváros önkormányzata mindenkinek másik 5000 forintot szavazott meg, és a harmadik támogatás harmadik lába pedig a Csongrád megyei önkormányzat, aki majd ezután fog dönteni a Csongrád megyeiek támogatásáról. Az önkormányzatok 2018. december 13-áig bírálhatják el a benyújtott pályázatokat, azonban a csoportvezetőtől megtudtuk, hogy akár már az e hónap végi rendes testületülésen is be tudnak majd számolni a nyertesekről. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a jelentkezők szeretik az utolsó pillanatra hagyni az ügyintézést, ezért a hatósági csoport hétfőtől péntekig teljes munkaidőben várja a hallgatókat.